szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zagloba vagyok. Ez pedig itt nem más, mint a Kingdom Come Deliverance. Közben muszáj volt előre haladnom a kampányban, ugyanis teszteket folytattam. Cool kollega segítségével, rendelési beállítások miatt próbáltam ki, hogy milyen, hogyha éjszaka, meg nappal gyorsan haladok, mert láttam az előző videóban, hogy a YouTube nagyon szétcseszi ezt a nagy felbontású, főleg erdőbe történő mozgást, nagyon pixelessé varázsolja. Most jelen helyzetben ott vagyunk egy városban, egy faluban, ahol két korábbi földímnek, velem egy faluban lakó ács legénynek szereztünk munkát még a kalandozásaink elején, és hát, hogy is mondjam, csak most az ő karrierjüket próbáljuk egyengetni. És nincsen kurzor, de nem tudom, hogy miért nincs. Bár ez itt nem főküldetés, de van kurzor, csak hülye vagyok. Már elnézést. Igen, beszélnünk kell Fritzel, mert valami gond van itt, ahol a srácok dolgoznak. De valószínűleg azt már nappal fogom megtenni, utána megmutatom nektek, hogy milyen egy kincskeresés. Én egy kincset már megtaláltam, egy másikat nem. De az egyik valahol itt lenne egyébként. Majd megmutatom, hogy milyen. Ugye volt egy DLC, a Treasure of the Past, azt hiszem az a címe. Tehát kincsek a múltból. Ugye ezek ilyen elrejtett dolgok, olyanok, mint a Skyrimben voltak, de itt egy kicsit ötletesebb szerintem a megvalósítása. Legalábbis a térképek nekem jobban tetszenek. Nem találtam meg azt a... Vagy... Várjunk csak! De, megtaláltam, van egy ilyen hely. Itt az erdőben egy ilyen romos kis viskó és egy láda van ott, de nem tudtam kinyitni. Na most lehet, hogy a kincsekhez lehet kulcsot is szerezni, hogyha láda van ott, de gyaníthatóan oda lockpick-kel. Én meg a lockpickben nagyon gyenge vagyok, nem ebben a kalandomban nem a tolvaj karakter felé mozdulok. Nagyon ritkán szoktam egyébként tolvaj karakterrel játszani. Annak idején utoljára, ugye hát maga a Thief játék volt az, ami ilyesmi volt. De például visszagondolva a mágusba se nagyon indítottam tolvaj karaktert. Egyszer volt egy Iker karakterem, az volt egy olyan fejvadász, aki azért nagyon ott volt ezekben a betörési tuccokban, képességekben, meg jártaságokban, de szimplán tolvaj karakter nekem annyira nem fekszik. Na nézzük meg, hogy mit lehet amúgy még itt tenni. Hát keressük ugye Rikit. Az apja elérhetőségét már megszereztük, ott lakik a folyón túl. De nekünk most egyelőre kéne egy ágy. Szereztem újra 1500 grosánt. De annyira nem vagyok legatyásodva, mint amikor megvettem a lovat. Mert közben rájöttem arra is, hogy hol lehet testre szabni a karaktert. Ugye most berakták azt, hogy lehet szakál, meg hajviselet, módosítást berakni a bathhouse-okban, tehát a fürdőhelyeken, meg ugye ott testi vágyainkat is kielégíthetjük. Hát én meg is tettem. Úgyhogy ilyen szempontból igaz, hogy ugye nem látjuk a lényeget, mint annó a Skyrim modokban, amire én elég sokáig ostoroztam is embereket, hogy teljesen fölösleges. De itt meg itt nyugodtan bemehet, az egyik szolgálólányt elkapott, mert pénzt is kérnek érte, de hát láttátok, hogy itt azért akad lehetőség a lepajkodásra. Pénz nélkül is, főleg történetvezérelt dolgok miatt. No. Hát ez a tavern úgy látszik, hogy bezárt. Ugye hálni nem tudunk. Hálni? Hát hálni végül is, de hálni ugye nőkkel szoktunk együtt, de na tehát nyugovóra hajtani a fejemet nem igazán tudom jelenleg itt a tavernában.
Lehet, hogy az a baj, hogy ilyenkor ugye elcsendesedik minden. Viszont megnézhetjük, hogy ezek a srácok dolgoznak-e még. Mert úgy láttam az előbb, hogy... tegnap előtt, hogy cserényen tevékenykednek nek évadján is. De úgy látom, most már betakarodtak a vackukba. Nagyon ment a fúrás-faragás még az éjszaka elején, vagy az este elején. Zseniális a, tényleg a maga a részletessége az adott kornak, hogy nézzetek meg, hogy milyen kis dolgokra figyeltek, hogy azt a fejszet mi nem lehet elvenni, ez hülyeség. Remélem majd azért fog változni a részletesség, meg tényleg a loot mennyiség, a loot helyek mennyisége fog változni. Nem lesz ilyen most leegyszerűsített a loot. Hát emlékeztek, amikor Skyrimbe beraktam azt a modot, hogy hoppa, hogy ott egy láda, hogy mindenhol lehetett lootolni szinte. Az volt a baj, hogy nagyon sok volt a loot. Hopsz. Nagyon nyikorog valami, mi van? Hallgassátok a hangot! Maga az atmoszféra, az valami elképesztően brutális, tehát... De ezt már láttuk még a bétában is, hát már az alfában is érezhető volt, hogy... Azért itt a hangulattal nem lesz probléma a korrajzzal. Elnézést, kérek közben, nagyon vakarnom kell néha az oromat, mert ott a kerék, ja, jó gondoltam. Nézzétek meg a pályadizájnt, tehát ez valami zseniális. Ugye ez a középkor, ez még az időszak, amikor még azért a természet nagyon közel volt az emberekhez. Már nem annyira, a nagyobb városokban már nem annyira, de a falvakban még igen. Most az rendben van, de ez mit forgat meg? Igen, ezek az idegesítő bugok, hogy beakadt, és nem csak lóval, látjátok, de onnan ki lehet verekedni magadat, néha akadsz be olyan helyre, mondjuk én a Tarkov után már semmit nem lepődök meg, mert ott aztán olyan beakadások vannak, hogy hihetetlen. Valószínű. Bocsánat, itt sem voltam. Ez mit pörget meg ez a kerék? Itt forog. Hát most kutya legyek, ha... Föl lehet menni. Hol? Itt. Nem, ez a tetőre vezet. Az a kerék... Jó, fűrész malom, de hol a... Az valamit megpörget az a kerék, de hogy mit? Úszni nem tudunk amúgy sajnos. Van, de... Jó, erre majd későbbiekben visszatérünk. Jó, tehát akkor Fritzel most jelenleg nem tud... Mászki. Nem tudsz ki mászni. Na, mászki. Nem mindenhol tudsz ki mászni egyébként, ez logikus. Magas sziklapartokon, nehéz páncélban, meg pláne. Ez elég nehéz ez a páncél, az előző... Áááá, ne esd le, ne esd le! Beleestem. Nehéz páncélban azért macerás. Veszi a staminát, az ugrás, mint az állat. Könnyű páncélban nincs ilyen probléma. Sziklás dög, azért nem tudom meg. Igen, szóval vannak ilyen kis bugok. Nem sok, amúgy. Elnézést, hogyha hangosan beszélnék. Meg fölvisítenék, de... Rajtam van a füles aztán. Itt van Fritz. Legyünk bunkók, fölkeltsük. Megnézzük, hogy mikor kell fel. Most ezen is változtattak, gyorsabban megy a kerék, sok ember zavart. Jó nap, felkelt. Sok ember még mindig alszik. Hát hasadra süt a nap, bátya. Tehát sok ember zavart, hogy
lassan ment a kerék. Ez valamilyen szinten érthető amúgy a mai rohanó világban. Most megpróbálok majd egy másik rendelési módszerrel élni. Remélem, hogy nem lesz annyira pixeles a kép, mint az előző videóban. Mindenképpen dolgoznom kell azon, hogy a csatornát fejleszteni akarom, hogy hogy szebb legyen azért valamennyire. Amúgy, ja, köszönöm a segítséget, cool, letöltöttem a progit, meg minden. Majd, ha lesz időm, akkor fogok vele foglalkozni. Nem ígérem meg, hogy héten vagy a jövő héten, de amint tényleg lesz a kicsit több szabadidőm, meg ráveszem magamat tényleg idegileg, tehát így a dologra, akkor meg fogjuk nézni azt a beállítást, amit javasoltál, aztán most megpróbálok én mahinálni az én gagyarász beállításaimmal, de kíváncsi leszek, mire lesz a végeredmény. Ezt a videót nem fogom sokáig húzni, ugye a 30-35 percet szeretném belőni, bár biztos, hogy több lesz magamat ismerve. Na, Brit bátya, kelj fel! Hogyha behallatszódna a mentő, vagy ilyesmi, akkor elnézést kérek, most elég sűrű járnak. Rivált? Nem mondtam. Jó. Na, fölkelté! Figyelj csak, valamit akarok veled beszélni állítólag. Nem vagy a helyzet magaslat. Na! What's up? You need some help? Hát igen, szeretnék veled beszélni, mert ez a küldim. De egyszerűen nem vagy hajlandó. Jó, majd akkor megmutatom, hogy milyen egy kincsvadászat. Így néznek ki a térképek. Na most ezt a kincset már megtaláltam, nem tudtam ugye kivenni. Aztán ezt a kincset most ehhez a kincshez kicsit messze vagyunk. Ez fogalmam nincs, hogy hol lehet, bár sejtéseim vannak. Ezt majd mindjárt megnézzük, hogy lehet, hogy ehhez közelebb vagyok. Ez is egy érdekes hely. Ez Rattai fölött lesz valahol. Kurva szar helyen van, amúgy elnézést a csúnya beszédért, de hát ez ilyen. És azt hiszem ezt találtam meg. Igen, ezt ástam ki. Ez egy sír volt. Sír volt. Voltak benne érdekes cuccok. Azt hiszem, hogy ezt a kincset fogjuk megkeresni. Ez egy elég jó helyen van, sejtem is, hogy hol. Meglátjuk. Közben itt kaptam új könyveket. Lehet lapozni? Ezeket nem lehet. Lehet olvasgatni. Meghatározott. Te döntöd el, hogy Bane Potion, ezt megtanul. Na, nem lehet elolvasni. Miért nem lehet ebbe így lapozni? Lehet, csak hülye vagyok. Nem lehet. Ugye, ezeket mind úgy meg kell tanulni, szóval le kell ülni. Ez most ugyanaz a könyv. Ja. Tehát le kell, a recepteket azokat be lehet vágni, ugye majd lehet alkimiához folyamodni. Hát ilyen vajákos alkimia, nem az igaz. És nem, hogy ma visszafeküdtél. Na, kelj fel, bátya. Matthew told me your foreman's a fool. Alszik, és úgy beszélünk vele. Zseniális. You better believe it. I'd like to pay him back for everything. And drown him in the river. Föl se kell, figyeld. De durva. Ez hülyén van. Csám, legalább felkelhetne. Hát a Skyrimben legalább felkeltek. Na, lehet bug egyébként. What about the others? Nagyon álmos, hogy Charles. The Miller's an old fool. He believes every word that comes out. Mi van, görcsátok eszedbe? It's hopeless. And then there's the Miller's daughter. She's a pretty lass. And kind with it. But what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? You know what, mate? Puppy dog eyes at her. But most of the time he just struts about like a peacock. Jó, bele kéne rúgni egyet, mint a középkorba szokták.
I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard. Durva, hogyha nem kell fel és nem néz a szemünkbe, akkor mi se, minket sem mutat a kamera, de hogy normálisan. Who's Lawrence? Another mill hand? Aye, but the neighboring mill. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. Kockáznak. Itt lesznek gondok. Do you think you can come to an agreement? Én is leültem kockázni egy nővel. Az Bathouse-ba, amikor berúgtunk az egyik nemes úrral, akinek elmentem, először szolgája voltam, de... Jó, hát a legjobb kalandomat nem is meséltem el. Azt sajnos nem vettem fel. Az egyik faluba berúgtam úgy egy pappal, hogy a pap a mezőn hull a részegen, úgy csak, mint hogy egy bárány lenne és bégetett. Nagyon zseniál, kihányt a templom toronyból, ilyenek, jaj de jó. És én nekem kellett mondani a... Minek mondják azt? Jaj, mit csinál a pap? Nem celebrál, hanem... Ja, nekem kellett prédikálnom a templomba. Fulla másnaposan, mert a pap még nálam is másnaposan volt. Elnézést, hogy nem foglalkozok azzal, hogy mit mond, de... Szerintem ti jobban értitek. What's he done to you? It was the first or the second. But how did you get up? I can't. They pulled me out. Jó van, békén hagylak, na. Exactly, az meg. Na, oké. Okay. Na, Jézusom, milyen szép. Na, szóval vannak itt olyan küldik, hát meg főleg ezek a bevágott ilyen cutscene, ahogy lerészeg. És általában mindig akkor vannak a cutscene-ek, amikor lerészegetsz. De tényleg a sárga földig le lehet lészegedni. És annak sosincs jó vége, tehát mindig történik valami, vagy verekedésbe torkollik, vagy általában eddig a két kalandbeli berugásom, sőt még amikor az egyik ilyen fiatal, nem fiatal asszony, hanem hajadont elvittem egy romantikus vacsorára, akkor is verekedésbe torkollott, szóval általában, hogyha ha egy taverna vagy sörös pohár közelébe kerülsz a játékban, akkor számolnod kell azzal, hogy hát elég könnyen afférba keveredsz, puszta kezes harccá folyulnak a dolgok, elég jól meg van oldva egyébként ez a dolog, szeretem benne a puszta kezes harcot, nem nehéz, szokni kell, az a lényege, mint ebben a játékban mindent. Na, közben a lovamra ugye ott akkor megtaláltuk Pyt, Pittét, kaptam egy ilyen, elég hülyén néz ki ez a paraszti nyereggel, de hát paraszti nyereg, hanem ilyen, még ez a 0-1-es nyereg, majd szerzünk rá egy jobb hadi nyerget, meg azt hiszem vértet is lehet majd valahogy rárakni. Nézd, amúgy jó ez a ló. Jó, tehát akkor megbeszéltük ezzel a csávóval, hogy ugye elég sok lehetőségünk van igazából erre a dologra. Elég sok lehetőségünk van megoldani ezt a dolgot. Most hülyeséget csináltam, mert nem azt kellett volna, hanem kirakni fullba. És akkor most itt mi az? Most itt a malomba azt nekünk kell megoldanunk ezt a fennálló helyzetet. De mi kincs keresésre indulunk, de előtte viszont elmegyünk majd Ricky apjához és beszélünk vele. Az irányítást nagyon nehéz újra megtanulni. Nagyon egyedi irányítása van egyébként kontrollerrel a Deliverance-nak, ami nem feltétlenül baj. Ez volt az. Ahogy Red Table-ből kijössz, a templom felől, azt tudom merre van, ott átmész a hídon, végig. Azt is tudom, hogy utalágazódáshoz érkezünk, Alam Egyesi Péter, és ott majd lesz egy csavar a történetben, ott valami kerítés mellett lesz egy, meg nem mondom, hogy mi, és ott kell átmenni az úton, egy ház mellett lesz, egy farunk mellett, remélem nem láda lesz. Jó, ez volt a Treasure Map 12.
Na, Ricky apja... Arra van. Ja. Persze most már átkelünk a folyón. Itt van egy gázló. Ó, ez a lóirányítás. Na, ez az, ami kicsit zavaró volt csak a... Na, a bétában még rosszabb volt, úgyhogy... Két kezeteket összeteltitek, aki játszik a játékkal, hogy most ilyen a lóirányítása. Sajnos ez egy olyan dolog, ami legtöbb játékban nem tudnak megoldani. Vagy úgy oldják meg, mint a Witcher 3-ban. Megmondom őszintén, az jó megoldás volt. Kicsit vérszegény, de jó. A Mount Template 2-re leszek kíváncsi, hogy most majd hogy oldották meg az új dolgot. Itt lesz Ricky apja valahol. A cocák között. Mind a Hofinak van az a legendás. Jaj, nem ugrani akartam, hékás. Hofi legendás kabaréjában van ugye. Tizennégy malac, nem tudom ki ismeri, hogy... Megmondták a disznónak is. Jobb, ha maga beszél vele, mégiscsak egy szinten vannak. Mennyi a terve, elvtárs? 14. Megmondták a disznónak is. Na? Ott van. Egy dologra kitérnék, az, hogy a középkorban a parasztházakra is néhány, főleg a tehetősebb parasztoknál, ha nem is üveget, de hártyát raktak. Na most ezt eddig nem láttam. Te Tanner vagy, de te nem Ricky apja vagy. De. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. He shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Befolyásunkat alkalmazzuk szerintem. Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radza Kabila, and this is an official investigation. Stop trying to put me off, and tell me where your son is right now. I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Hinek is. Ugye ebben a korban azért a nemes embert még nem máshogy ítélték meg. Sajnos a... Igen, a nemesi dolgok itt mentek el egy kicsit. Meg ezután következő korokban, amikor már a nemesség nem azt jelentette, mint valójában, amit kellene. Ugye mondom ezt úgy, hogy részben... Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy katona nemesi családba származunk, és nálunk ugye a hadi erényekhez kötötték a nemességet, de hát sajnos a nemesség az nem csak a jellembeli erényektől fakad, hanem bizony már régen is a pénz számított, a vagyon, a származás, és ez miatt vált a nemesség azzá, ami de megpróbálták amúgy. Magyarországon azért voltak nagyon-nagyon-nagyon jó, meg becsületes nemes emberek, de hát itt is voltak ganéi emberek is, sajnos. Na, de egyébként a katona nemesség az egy más tészta volt. Ott, ha egyszer megkaptad az almárist, akkor menned kellett, ha hívott a király, vagy a haza. Tehát a kettő általában ugyanaz volt, de sajnos Magyarországon ez eléggé két oldalú dolog. Hú, na most pirogassák, kúl, mert éppen veszem fel a videót. Csak irogatsz. Na mindegy. Gyorsan elmegyünk, megkeressük. Olyan szintű szöveg van a játékban, hogy ehhez mindenképp kelleni fog majd a magyarítás. Azért nem is foglalkozok vele, hogy újra tudjam játszani. Bloody hell. Start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? Well, he came and went at all sorts of hours. Keressük a fiát, és mit ki tud belőle hozni? He had money because he sold the stuff right away. I suppose he never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Loot, csak a loot. No. Tarkov.
But the innkeeper came here now and again. A tarkóból is akarok csinálni majd egy videót, hogy áll jelenleg. Jelenleg nem játszom vele, mert majd ki fogom fejteni egy videóban. Game innkeeper. Oks. And if he's really in as much shit as you say, please try and find him. Rendben. Na, menjünk a pacihoz. Amúgy a Tanner, ettől tudunk venni. Nyerget, nem árulsz. Gyere már ide. Trade. Te vagy a Tanner, és nem lehet tőled venni. Jó. Nem vagy kereskedőért. Na. Tényleg a lovat nem lehet átnevezni. Most már csak megnézem. Talán elmegyünk, megnézzük a kincset. Nézzük. Nem, hát... Nem lehet. Nem lenne rossz. Az, hogy külön patkót is kell rá tenni, az zseniális. Külön kötőféket kell rá. Na. Vagy az a kantár. Most már nem tudom, mindig összekeverem. Akkor nézzük. Ezt mindig összekeverem. Aha. Jó. Nagyjából megpróbálom belőni. Ezt a helyet. Ugye itt van rattáj. Ne. Jaj. Fúszk. Így jövünk át. Így jövünk. Itt a templom. Itt megyünk át a hídon. Igen. Ezen a híd. Nem, itt egy ház. Remélem majd azért oda érünk. Neuhof felé vezető úton. Ott van egy kis tó, és abból vezet ki. Kutya legyek, ha tudom, amúgy. Ott van. Ott. Jaj. Elképesztő, hogy mennyire beteg a izé. Ez az irányítás. Nagyon jó, mert annyira oda kell figyelni. Itt mindenre basz ki. Itt van. És itt kell majd lemenni. Mindegy, egyelőre jelöljük be. Oda megpróbálok szélnél sebesebben elvágtatni. Ami nem fog összejönni. Mert azt sem tudom jelenleg, hogy itt hogy tudnék átvágni. Amúgy csökken a low stamina-ja, csak az előző videóban nem vettem észre. Na, jó felé. Hát nem jó felé jöttem. Na mindegy. Hát nyargalunk az erdő. Persze. Álmodban mi? Az a baj, nem mindegy ám, hogy hol van a gázló, bakker. Hát, jó van, oké, ügyes vagy. Őszintén gratulálok, hát rossz irányba mész. Nekünk balra kell haladni. Végig trappolunk a folyó mentén. Ja, visszatérve arra, nincs úszás, hogyha oda mész egy ilyen mélyebb folyóhoz, akkor nem tud úszni. Lehet, hogy ez történetben ágyazott dolog lesz, hogy majd megtanulunk úszni. Az is lehet, hogy patch. Még nem igazán jöttem rá, hogy ez milyen koncepció alapján fog megvalósulni, de minden esetre várom a megvalósítását az úszásnak. Egyelőre nem feltétlenül hiányolom, de ha komoly RPG-t akarnak belőle csinálni, akkor majd kell. Megint rossz irányba jöttem. Mert így sem mindegy, hogy hol fogsz átkelni. Mert ott kell átkelned. Tehát egy kicsit jobbra kell majd mennem a ház után. Ja, arra vezet az út, jó. Szekélyút. Remélem, hogy arra vezet ez az út, amerre enni akarok.
Ott van Rattai. Nem tudom, hogy az eredeti cseh elnevezése mi amúgy. Itt kell valahol, majd át kell. Elnézést, most nem keresem az interakciót a többi karakterrel, meg NPC-vel. Vannak azért. A múltkor megállított egy faszi. Az út kellős közepén. Hogy őneki találós kérdése van. És a, sajnos a szegényes angol tudásom miatt egy kicsit el... monyákoltam úgymond a választ. De marha érdekes dolgok történnek amúgy. Lehet majd módolni azt, hogy mennyi karakter legyen a térképen, és egyébként most néztem ugye az új videót, lesz mod tools, tehát creation kit-szerű dolgot akarnak majd berakni tanno a Skyrimba. Hát kíváncsi leszek, hogy a modderek mennyire fognak majd rárepülni. Meg remélem, hogy lesz workshop lesz, tehát nem Nexuson kell majd szerencsétlenkedni, mint a Skyrimban. Hát igazából ugye Skyrimnak az volt a baja, hogy össze-vissza moddolt mindenki mindent. Már olyan keveredések voltak, ugye. Senki nem tudta, hogy mi, erre hány méter, a mod manager, meg a tökön mod organizer, vagy mik voltak, meg tools, meg. Majd cool úgyis beírja, hogy mik voltak, mert annyi minden volt, de rossebb. Én már végén elvesztettem a fonalat, meg is untam az Elder Scrolls világot, mert The Elder Scrolls, mert kicsit fura. Olvastam könyveket belőle, most kaptam pár Elder Scrolls könyvet, erről a repülővárosról, meg mit tudom én, hát annyira... Kicsit faroljuk ez az. Szóval annyira nem. Hát jó, mondjuk én örök életemben mágus fan leszek, szóval annál kidolgozott a fantasy világot szerintem. Most nem azért, mert magyar, de nem igen raktak még le szerintem. Nem mondom azt, hogy az asztalra, mert nem szeretem ezt a kifejezést, de úgy a köztudatba jó lenne, hogyha bekerülne, hogy a magyarok milyen szerepjátékot tudtak alkotni. Ej, hogy az a nagy bányai büdös. Már elnézést. Kormányzó urat szeretem azért néha számra venni. Tisztelem őt, bár múltkor vitáztunk, hogy azért Horthy se voltám egy patyolat, bár senki se az. Én minden esetre nagyon szeretem őt, mint jelkép, meg mint személy és a monarhiába betöltött szerepével annyira nem voltam kibékülve soha. Őszke? Na de majd erről is lesz videó. Mert szeretném tisztába tenni amúgy, hogy Horthyról ki mit gondolhatna, vagy gondol. Hogy azt a búbánatos... Na most... Nem tudok jobban rázumulni, ez a max. Ezt, hogyha most megfejtitek nekem... Ott a ház. És a ház előtt fordul le az út, és ott van két kerítés egymással szembe. Hol? Mert itt a ház. Itt. Itt van egy kerítés, most bagoltam át rajt. Ez. Paráztassák. Gyere. Ez egy híd. Ez lenne az a tudsz. Ez mi? Úgy pedig múltkor néztem ilyen videót, hogy Angliában ezek mik voltak. Ez mi? Ez csak egy ilyen vízakna.
Hát, na várjunk. Ez miket nyomok? Ott van egy vízakna, meg előtte ott van ez a szar, de... Woodland Garden, beszart. Mi van, mit lehet? Lehet itt szedni virágot? Miért? Hát hülye vagy, szed már le. Hát ha jó lesz még valami. Sage, ez levendula, nem? Angélusul. Comfrey, ki tudja mi az? Ú, ezt a Google-os lószart, a menta. Ezt a Google-os lószart ki fogom venni, mert ez annyira nem... Nem kedvez az ideg állapotomnak sokszor. Na, figyeljetek, akkor úgy volt, hogy itt jöttem át, de itt nekem bal kézre van ez a cucc. Ott a kerítés. Nem? De. Ez mi? Mi ez? Itt a kerítés. De ez végig. Nem, itt valahol át kell menni, csak... Kerítés, utána mutatja azt a gödröt, és a gödör mellett. Egy ház. Egy házat kell keresni. De hol? Itt. Itt van még egy... Vagy... Ja, most fölérte... Itt kell átmenni. Ez nincs ház, baszod. Nehogy belefussak kunokba, mert akkor agyérgölcsöt kap. Ha megtalálnám a ház... A házat... Az... Hát, az minden, csak nem ház. Na mindegy, egyelőre... Menjünk le. Jé, hát ez csak egy sima szikla. Jó, nem erre van. Oké, vissza. Jó, vissza. Berakhatnának valami... Vasúlymot? Nem hülyeségekre gondolok. Nem vasúlymot, hanem... Ja, most csak eltévedtem. Ó, te... Ott, az se házám. Itt vezet az út. És azt... Ez a kertet akarta mutatni, az a kocka ott? Ez mi? Szóval is lehet leszedni. Born wood. Kukacfa. Vagy mi? Valerian. Meg a por, vagy miért? Nem tudom már miket szedek le, csak úgy szedegetem össze-vissza. De ez mi? Ezt miért nem engedik szedni? Ez csak gyom. Úgy csinálom. A kopány. Ebből nem lesz kincs. Szerintem egyébként lehet, hogy rossz helyen is vagyok. Itt azt susogta a térkép. Itt ház. Hol? Na ma. Ez a kutyaugatás, mint csalóka, mert itt nincsenek ház, lakott területek. Na most visszaértem ugyanoda. Vagy, ja nem. Itt múltkor, mintha belefutottam volna a kunokba. Hát ez itt mi? Ott egy visú. Vagy az? Az itt csak egy szikla. Nem, a viskónak néztem. Hopsz, ez mi? Na most tévedtél. Gratulálok, Harry. Na. Úgy van. Jó, akkor menjünk vissza az útra, már ki fogunk futni az időből. Keres. Hát te... Gombászunk. Hú, ez egy gombaszedő szimulátor amúgy. Marha jó, én imádtam régen gombászni. Most már valahogy nem visz rá lélek, hogy kijárjak gombászni, de... Az a baj, már fatert sem. Na. Itt van ez a rossz nyavaja.
Rossz féreg. Rossebb. Ez a víztározó kis tó. Hú, de jó lenne, majd lehetne halászni. Amúgy vannak ilyen varsák, meg ilyen halcsapdák kirakva általában a gázló környékén. Itt a bogáncs. Nem? Ezt nem lehet leszed, de... Na, nézzük meg még egyszer a térképet. Szóval, visszafelé elindulsz. És ott a háznál megy az út, és az út ilyen... Jó, várja, merre kell mennünk, akkor arra biztos nem. Arra van éjszak, tehát arra kell mennünk. A fegyvert elrakjuk, mert mégse kell. Itt egy szomorú fűzfa. Az pipacs. Hoppi! Mette? Konf... Az valami ritka, nem? De most legalább tudom, hol vannak jó növények. Na. Bötce. Jön az út. Nézzük meg még egyszer. Jön az út. Elmész a házak mellett. Tehát a házak mellett. Amúgy a patch-en jöttek be új bugok, de annyira nem vészes. Láttatok párat most. Hát valami már régóta benne van. Tehát ez nem út. De akkor... De. Hát így jön az út. Itt kanyarodik le a ház előtt. De az tovább megy arra, nem megy befelé, hogy ez lenne az... Itt van a törésben, igaz? Nézzük meg még egyet. Jaj, ne a tiszl... Ne, ne, jaj! Elnyomta. Ja, ott jön, ott törik egyet. És akkor elér ott még törik, és a törés felénél kell lefordulni nekünk jobbra. Nem, várjál, úgy kéne nézni, hogy irányba áll. Akkor elvileg, várjál, visszamegyünk ide. Tájékozódásból pedig amúgy jó szoktam lenni, de most egy kicsit meg vagyok lőve, mert úgy látom, hogy nem pontos a térkép. Azok mi? Sima őz vagy mufflony? Nem, itt jön. Ott a ház. És ugye a ház előtt megy le az út. És ott csinál egy ilyen Z-bet. De ez az út minden csinál, csak nem Z-bet amúgy. És megnézem, mi van akkor, de nem is vezet el a házig. Tehát azért nem értem. De elvezet. Azt az utat kéne követni. És a virágos kertnél... Tök jó, hogy nem marad a térkép van. Tehát a virágos kertnél kell nekünk... De, jobbra, jó mondtam, jobbra. For lemenni. Tehát... Itt a háznál mutatja, hogy menjünk el arra. Mert akkor ez egy út. Hát mondjuk eléggé kicsi csapás formája van. Megyünk. Ez lenne benne a másik törés. Megyünk. Itt a virágos kert. És akkor a virágos kertnél kell átmenni. Hát, nem vagyok meggyőződve, amúgy jó helyen vagyok. Itt hol van ház? Hát itt már... Nem mondod, hogy ott lenne. Nem, ez tuti... De itt... Áh, ne esd le! Mennyi? Itt ház. Mert itt aztán minden van, csak ház nincs. Ott meg már látom visszafelé az utat. Ez tuti nem jó irány. Ez így fake. Pake.
vagyis fél, pontosabban. Ő még fél. Az egy nyúl. Nem lesz meg, srácok. Az ott mi? Nem, az is csak egy szikla. Komolyan érzek itt csak... Jaj, nem tég... Basz? De ez csak egy vadászbúnyhó. Véres bőrtől... Nem raboljuk ki a vadászt. Itt lehet feküdni. Ja, a bőrre. Hát... Azért figyelitek, hogy kicsit máshogy néz ki egy vadászkunyhó itt, mint a Skyrimban. Kicsit realisztikusabb, nem? Tehát ha a Skyrimban ilyen lett volna egy vadászkunyhó, meg egy ilyen vadásznak a táborhelye, akkor kicsit komolyabban vettem volna lehet ezt a játékot. De viszont még mindig nem vagyok előrébb azzal kapcsolatban, hogy hol a nyavajában van az a ház, amit keresünk. Mi? Ott egy bárd. Ott a kerítés. Szerintem az a virágos kert. Így elmész jobbra, de utána föl kanyarodsz balra. Jó mondom? Ott egy bárd, és nem lehet ki. Interaktálni nem lehet. Hol a vadászod? Na, akkor orientálódjunk vissza. De akkor sincs ott semmi, hát ott... Eddig minden sziklát háznak néztem, és kíváncsi leszek, hogy... Megint eltévedtem ám az igazság. Észak felé kell menni. Ilyenkor, hogyha kivenném az irányt, tuti eltévednék. És ki is fogom. Csak még nem jutottam el odáig. Jó, itt a kert. Ahol mindig nem lehet leszedni ezt a dolgot. Mész. Itt átmész. És valahol félúton kell venned egy kis balost. Így. De itt nincs semmi. Lehet, hogy a hegytetőn van. Futifuttás. Itt nincs. A harcosokba futunk. Ez lenne az. Elég lakatlannak. Ja, ezt már szedtem, nem kell. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez az... Egy kidőlt fa van előtte, vagy mi az? Ez lenne ki... És benn lesz a házból. Itt van, és megint nincs. Van nálam lockpick. Szóval difficulty. Várjál, hogy... Azt tudom már, hogy kell. Rotate lock, kurzor. Le. Egy lockpick volt nálam, azt is elnyomtam. Mert ugye az a baj, hogy ugye nem fejlesztettem magamat ki, nem fejlesztettem a képességet. Na, de meglett, jó van. De azt nem értem, hogy egy kicsit csalóka volt a térkép, mert ez se olyan ház, mint amit kerestem. Na, de látjátok, hogy azért el lehet boldogulni. Lehetne egy több loot. Tehát ha már megtalálsz egy ilyet,
ugye, akkor lehetne mondjuk nem nyitott láda, hanem mondjuk azért valamennyi kincs azért lehetne. Jó, hát most már legalább tudom, hogy hol van. Mit csipesz abba a korba? Létezheted szerintetek? Bár lehet, mert ugye a farm munkálás azért erre a korra már kiforrott volt. Jó. Megtaláltuk a kincset, ez a lényeg. Hát begyűjteni nem tudtuk, hogy lássatok, hogy azért gazdag loot van az ilyen ritka helyeken. És itt... Nem tudom, itt valaki azért... Nem tudom, mióta lehet lakatlan szerintetek. Hát már eléggé úgy néz ki, hogy régóta lakatlan, és a ruhákat mindig nem szedte le a szél meg az időjárás, de elképzelhető. Minden esetre jól néz ki. Na, és kilátás. Menjünk a hegyre. Hát a kunokba futunk bele. Hú, ja, a nyúlvadászatra mindig nem néztem utána. Ez már kicsit sűrűbb erdő, mint amiben az előző videómban tevékenykedtem. Mennyi az idő? Hú, lassan elmúlik a delelő, sőt már is múlt. Térképügyileg hogy vagy? A legnagyobb rengetegben. Jó, tehát így jöttünk le, és onnan idáig el kellett jönni a kincshez. Nem gondoltam volna, hogy ilyen messze van. Azért voltam nem kétségbeesve, csak meglőve, hogy... Na, de vadak vannak legalább. Na jó. Hogy megvan? Azért itt van egy kicsi gond a fénnyel. Nézzetek, hogy mozgok. Más színű az ég, mint amikor nem mozgok. Elképzelhető, hogy van ilyen, de... Ez lehet, hogy egy kis bug. Jó? Hol vagy, paci? Húzzunk innen, mert én azt már nem bírom lévekkel. Nem kificamodik a lábad, mert... Úgy jársz, mint a teve a sivatagba. Túl gyorsan futsz, akkor meg is fagyhatsz. Még ez most pont nem volt jó, mert lábkiterésről beszéltem, de... Ha gyorsan futsz, akkor vigyáznunk kell. Ne fuss túl gyorsan, mert... Teve is túl gyorsan futott, aztán megfagyott. Jaj! Na nézzük, le tudja küzdeni ezt a... Ez emelkedőt. Ez király. Már nincsen gondok, nem kaszálják az aljnövényzetet. Na, és elvileg ez a patak folyik a vízgyűjtőbe. E patak mentén haladva... Nem. De, jó, hát én tudtam én. Csak ott elágazik. Ja, mert onnan is folyik, mert ez két ágból jön. Mondjátok azt, hogy nem zseniális a pályadizájn, mert az. Tehát ez a játék már... Komolyan mondom, aki már csak nyugalomra vágyik, az berak egy olyan modot, hogy még kevesebb NPC van, és gombaszad a szimulátor. Elég sok gomba van. De miért nem boszorkán körben élnek? Mindegy. Remélem nagyobb szintkülönbség, már nem lesz. Hoppá, egy kidőlt fa. Na, ugordát pac. Ó, itt vagyunk. Jó. Jó, akkor menjünk vissza, nézzük meg mi van ebben a házban. Ami jobb ágyok tanyáznak. Meg pont nem tudunk bemenni, mert kiskapu van mi. Ha nem ugratok be az udvarukra, mert megijednek. Jöttek a haramiák. Na nézzük. Hát látjátok, megint sikerült egy órás videó környékét beugrani. Ne kapáld a földet. Na. Adjatok ételt, italt, mézbort, pálinkát. Elderly man. Cheeky bloody children. Cheeky bricky. Pickpocket. Lockpicket kell venni. Bele se lehet beszélni értelmesen, nem mi. Jó. Akkor menjünk, még nézzük meg, mi van rátéi környékén. Lehet, hogy lassan majd aludni is kéne.
vadászni. Most lenne jó netem Twitch-en, órákig közvetíteném live-ban nektek ezt. Na az annyira nem unalmas szerintem. Főleg, hogy küldizgetnék, meg kincsvadászat, meg loppik, meg mit tudom én. De hát egyelőre nem úgy néz ki, hogy a jelenlegi lakhelyemen valaha is elérhető lesz a nagy sebességű internet sajnos. Föl lehet kaptatni, de kaptató rosszabb. Megnézzük, mi van erre. Jújjúj, rossz felé jöttünk. Nem át visszatok még menni. Micsoda? Mi van itt? Padlám. Itt tudunk a menedéket találtunk. Na, azt jó tudni. Majd tudok aludni. Itt ki tud mászni a partra vajon? Szerintetek? És ki? De jó. Na akkor gyalog folytassuk utunkat. El kell mennem ahhoz a... Van valami mesterember ott a várkapu környékén. Azt ígérték, amúgy lesz kutya. Hát nem vagy valami jó formában. Ne haragudjál, beteg vagy? Na majd szólok a gazdárnak, hogy jobban abrakoljon meg tégedet. Bár nem igazán szereted az abrakot, de... Miért nem vetted ezt a tehenet, te? Gazsi? Mi? Ú, de jó, nekem is van ilyen gráblám, itt van. Mi? Bőrzekébe kapász? Te normális vagy? Ez ki? Beléd is. Abba odrette. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. Yeah, a soldier was saying in the alehouse, them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. Jó, ugye azért a kunok se voltak olyan végtelenik, kegyetlenek, de... Azért még ebben az időszakban azért a kunoktól lehetett fosni, még azért. Voltak olyan szokásaik, amik azért kiverték a biztosítékot a katolikusok körébe Európába. Még Magyarországon is. Bár magyarok ismerték őket, mert igazából fél majdnem rokon népként is kezelhetjük a kunokat. Mihez kép? Már ugye a belső Ázsia, meg a lovas nomád kultúra miatt, de azért... Nem mondhatjuk, hogy egytől szakadtunk le, de majdnem. Nem sok különbség van közöttük. Azért is ment, miután ugye a tatárok kimentek, azért az ide bevándorló 40 ezer kún integrációja azért felgyorsult, bár akadtak ugye nehézségek. Mert azért nem nagyon tisztelték a katolikus hitre áttért magyarságot, akármennyire is ismerték korábbi tetteiket, meg hasonlók. Ez a szénáz egy kicsit megrothadt szalma, vagy mit tudom én. Kíváncsi vagyok, mikor lehet majd földet venni, aztán krumpit tölteni rajta. Mi? Life is feudal. Krumpi töltés. Az élet. Hú, tényleg, hát a Life is feudal is terve van az MMO, mert a nem az MMO-val, hanem azzal a single player részével lehet majd leülünk olvasni. Nem vagyunk éhesek, nem az. Tehát a Life is Feudal single player részével 15 órát volt türelmem játszani. Kicsit unalmasnak éreztem. Volt valami affér. De ezek menekültek itt vannak. De mi ezeket kirabolták, vagy ezek elmentek? Elmentek koldulni, biztos. Lehet az előző ilyen menedék az is egy ilyen menekülté volt, ugye akik Skalitból meg a magyar sereg elől elmenekültek a szülőföldjükre? A szülőfalujukból vagy városukból. Na jó,
Igen, hosszú lesz ez a videó, lehet, hogy két részbe fogom vágni. Gyere. Jaj, ne, hát itt vagy már, mit rész. Megmutatom még nektek a menekültábort, nem tudom, hogy emlékeztek rá a Privive-okból, aki nézte a korábbi bemutató videókat a játékból, hogy hogy lett megvalósítva végül is. De jó felé megyek? Beszarsz, hanem. Hát... És őszintén szólva szerintem teljesen eljöttem. Hova mész, te őrült? Hát ne örüljél meg. Eljöttem basszus a vár mellett, a várba felvezető út mellett. Pont itt vezet fel. És akkor mi lesz, ha nem lesz irányt? Szerintem nem is fogok oda találni sehova. Itt a bathouse, itt volt az a nagy lelészegedés, hogy itt lehet kicsit pihenni. Amúgy itt is ad módosítót a pásztoróra, de majd lehet, hogy egy módba kiveszik. Sőt, még lehet, hogy magába a játékból is. Na. Nézzük meg a menekültáv. Itt van, nekünk jobbra. Kért meg az egyik menekült vezető, hogy segítsünk lakomát szervezni a menekülteknek, nyúlhussal, majd megpróbáljuk. What the hell are you doing? Ja, hát itt azért van minden. Coca, malac, eléggé. Azért vannak ilyen kis viskók, ami helyi anyagból meg tudtak valósítani. Nem tudom, hogy a disznót le lehet-e vágni, majd az egyik... Ja, csalán. Az egyik videóban majd meg fogom próbálni. Tehát láda. Mindenhol. Loot is ever. Forever. De jó, ezért még hihető, hogy ott egy láda. Bár én azért így nem tenném ki közszemlére ebbe a korba. De hát ugye lehetünk tolvajok, tehát kirobolhatjuk a menekülteket is. Üdvözlet, hölgyeim! Majd legközelebb. Nem lehet felrúgni a csirkét, mint a Fable-t. Paf! Abba volt egy olyan feature. Hát feature, ilyen easter egg, hogy a tyúkokat lehetett rúgdalni, aztán lemérte a távolság. Stíl. Az orra elő el lehet csorni, ez jó? Nem, ez az mi? Azt nem lehet. Jó, hát ez ott a menekültábor, itt közben koldolgatnak, meg minden. Az a baj, nem... Nem lehet. Na takarodj-e. Kinek hoztad itt az észt? Római katolikus nevelést kaptam, de mindig azt mondom, hogy az egyensúlyt meg kell teremteni a régi valláshoz, a valláshoz. Az emberséget sose adjon el a lényeg. Úgy adnék neked pénzt, de hát nem tudod, vagy tudod? Aren't you Ringlin? Milan says I have to beat you before he'll take me on. And you're that blacksmith's lad, right? What do you want out of it? You're not living in the dirt here like the rest of us. Maybe not. But why shouldn't I try and beat some coin out of him too? Yeah, and you can pass it on to us that need it. Nem lehet kiadni munkába ezt a nyúlvadászatot. Muszáj nekem megcsinálni. Tessék, itt van két grosen. Mi? Vász. Jó, persze, izé. Ó, hoppá. Gyere. Ha! Ó, az a nyer. Nem rúgni akarok, meg akarom ütni. Na. Kurva. Az. Nesze. Takarodjál. Ne, ott van. Kasz még egyet. Nesze.
Ez egy izé kaland. Egy ilyen... Le kell győzni. Na, hogy már. Mi? Ne. Ott van. Jól érzed magad? Tessék. Ugye három ilyen közelharci... Jaj. Megöl! Nem, csak meg lehet ölni, jó. Oké. Okay. Loot. Akkor az rablás, nem? Ja. Mondjuk... A Brad az nem. Grosse... meghagyjuk a ide vele. Na haragudj, de az kell. A több... A répát meg Grosse-t meghagyjuk. A kenyeredet meg a... Save cuccot azt elveszük. Na. Ez is megvan, még sincs este. Gyere paci, megyünk lesre. Hú, de ez nagyon-nagyon-nagyon rossz lett, de azért jó. Na. Gyorsan még egyszer fölvágtatunk a várban, ott szeretnék menteni. És akkor remélem most nem nézem el a fölvezető utat. Itt érezhetően van frame drop, amikor így a lóval kanyarodsz be forgalmasabb hely felé. Azt nem tudom, hogy miért kellett kimennünk a városból ehhez. Jó, tehát a háromból egy srácot. Háromból egy delikvenst leütöttünk, valami kettőt meg kell keresni. Jó, itt vagyunk. De el kell mennem még a szabóhoz. A csizmodiához, a lesüsű. Nem kell, kösz. Nézzünk egy statot. Ami pont nem itt van. Hát lassan aludnunk kell, 51-en van az energy. 66-an az éjség. Egyébként pont úgy van megcsinálva a játék, hogy nagyjából a nap végi tevékenység. Látjátok, már ki is rakta az ágyat, ott alul. Azt jelenti, hogy már kezdünk fáradni. És hogyha látjátok, ugye pont a nap végére érünk el arra a szintre, hogy kezdünk fáradni. Tehát logikusan működik. Az emberi bioritmus szerint működik a játékban ez a beépített dolog. És megtehetjük azt, hogy nem alszunk, de akkor folyamatosan csökken a staminánk egészen addig, míg össze nem esünk. Megjátszhatjuk, de az nagyon hirtelen fog bekövetkezni, és végzetes is lehet akár egy végkímélődés ebben a korban. Főleg, hogyha harc előtt egy erdőbe történik, vagy ilyesmi. Na, hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt az újabb Deliverance videó, remélem, hogy tetszett. Megpróbálom egybe feltenni, de lehet, hogy két részletbe fog felmenni. De hát ezt úgyse halljátok, csak a videó végén, ha lesz, aki végignézi. De remélem, hogy azért páran végignézitek. Különösen ugye azok, akik nyugtatóként alszanak a videóimra, azoknak külön köszönet, hogy használják-e célra ezeket a videókat. Na, hát köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!